Ebben a videóban megbeszéljük, hogy miért esik mostanában a piac, és azt is, hogy ez miért nem nagy baj. Azért érdemes képbe kerülnöd, mert a kriptopénzek világára rengeteg különböző tényező hat, nehéz tisztán látni. Ha végignézed, magabiztos tudást szerezhetsz a piac jelenéről és a várható jövőjéről is. Sziasztok, én Györfi András vagyok, közel 10 éve foglalkozom kriptopénzekkel. Sok ezer órát tettem ebbe a területbe, és az első magyar nyelvű szakkönyv szerzője is vagyok. Nem vagyok tévedhetetlen, de mindent megteszek annak érdekében, hogy kellő alapossággal, és legfőképp kellő óvatossággal készítselek föl a kriptopénzek világára. Az elmúlt hetek során a Bitcoin és az altok is jól látható ereszkedést produkáltak, sőt, amikor ezt a videót készítjük, már az is megtörtént, hogy benéztünk 60 ezer alá. No, God, please, no! Szokás szerint nem lehet egyetlen egy tényezőre visszavezetni a mérteket, úgyhogy haladjunk sorjába. Sell in May and go away, a hagyományos mondás szerint tavasztól egészen őszig kell várni arra, hogy végre valami történjen a piacon, a kettő közötti időszakban viszont szinte hiú ábránd azt várni, hogy jelentősebb mozgások jelenhessenek meg, ez a Bitcoinra és úgy általában a kriptoiparra ugyanúgy igaz, mint a klasszikus piacokra. We are fucked! Ez egy jól ismert tőzsdei közmondás, mármint nem a we are fucked, hanem a sell in May and go away. A mögöttes elmélet szerint sokan egész egyszerűen elmennek szabadságra a nyári szezonban, meg az adózásnak és sok egyébnek is köze lehet a dologhoz. A lényeg, hagyományosan a nyári időszak szinte teljesen halott, vagy ha történik is valami, az általában kedvezőtlen a piacra nézvést. De visszatérve a kriptopiacra, a már megbeszélt hangulaton túl, a német kormány masszív bitcoin eladásokat tervezget, illetve a bitcoin bányászok is óriási eladásokon vannak túl. Főleg ez utóbbinak masszív hatása van a piac egészére. Tehát összefoglalva, általában a nyár gyengécske, emellett, ahogy azt mindjárt látni fogjuk, Németország masszív eladásra készül, és ami ennél is fontosabb, és valószínűleg a jelenlegi esésnek ez a legfontosabb oka, a bányászok óriási készletektől szabadulnak meg. De egy kicsit jobban elmélyedve a bányászokban, hiszen nekik van most a legnagyobb jelentőségük, megint csak az empirikus tapasztalataink alapján, és ez tök logikus, hogyha nagy eladásokat hajtanak végre, akkor az árfolyam hamarosan le fog törni. A következő ábra pontosan ezt mutatja be. A bányászoktól tőzsdékre történő beutalások mintegy 209 millió dollár értékben nemrég, nagyon szépen egybeesett azzal, hogy 70 ezerről lementünk 66 ezer dollárig. Egy jó példa a Marathon Digital, akik június eleje óta 1400 BTC-t adtak el mintegy 98 millió dollár értékben. És az over-the-counter, vagyis az OTC eladások is megugrottak, és itt pedig képbe jön a felezés, aminek szintén óriási hatása van a bányászokra, ezen keresztül pedig a bitcoin árfolyamára is. Június 10-én a bányászok 1200 BTC-t adtak el, ami az elmúlt két hónap legnagyobb, egyetlen napon belüli eladása. De az amerikai bitcoin bányászok eladása is növekedtek, például a Marathon Digital június eleje óta 1400 BTC-t értékesített. A bányászok napi bevételei pedig 35 millió dollárra csökkentek, ez 55%-os ereszkedés a még márciusi 78 millió dollárhoz képest. Jól látszik, hogy a felezés értelemszerűen megtette a maga hatását. De mindez nem azt jelenti, hogy a felezésnek összességében negatív hatása van a piacra. A felezésnek, ahogy a korábbi ciklusok során is, most is kifejezetten jótékony hatása lesz a bitcoin árfolyamára. De a felezés nem egy egyértelmű esemény, ahogy most is látjuk, rövid távon legalábbis, vannak kifejezetten kedvezőtlen hatásai is. És mielőtt tovább mehetnénk a második eszközünkre, egy gyors szó a blockchain-ről. A blockchain egy remekül működő és abszolút megbízható kriptováltó, akik az ország 18 pontján üzemeltetnek kriptopénz ATM-eket. A leírásban elhelyeztünk egy linket, nézd meg, hogy hol található a hozzád legközelebbi kripto ATM. És akkor most térjünk rá egy másik fontos tényezőre, a német kincstárra. A német kincstár nemrég bejelentette, hogy a korábbi lefoglalásaiból származó bitcoin készleteket hamarosan értékesíteni fogja.
A német szövetségi bűnügyi hivatal több 100 millió dollár értékben mozgatott meg bitcoint az utóbbi időben, például nemrég volt egy 6500 BTC-s utalásuk is. A cél a Bitstamp és a Kraken, illetve több különböző tárca. Tehát teljesen egyértelmű, hogy vagy már meg is tették az eladásaikat, vagy hamarosan eladásokra készülnek. Amikor megtörténik egy-egy nagyobb eladás, mint például mostanában, akkor az az árfolyamra is hatással lesz. És akkor zárásképp lássuk, hogy én mire számítok. Jól látszik, hogy miután néhány nappal ezelőtt leszúrtunk 60 ezer alá, alig fél napnak kellett eltennie, és már is újra 61 ezer dollárnál jártunk. Ez is szépen példázza, hogy nyár ide vagy oda, a bitcoinban igenis van még erő. Tehát én mindenképp arra számítok, hogy ez a bika piac visszaesések árán ugyan, de megy tovább a maga medrében, de a nyár ettől függetlenül kifejezetten csendesen és nagyon is szerényen fog eltelni. Majd szeptemberben, októberben, na akkor jöhet el újra a buli, arra számítok, hogy egészen szeptember második feléig és október elejéig nem lesznek jelentős mozgások, viszont onnantól kezdve elindulhat a masszív felívelés. Arról nem is beszélve, hogy a papírforma szerint ennek a ciklusnak még nagyon messze van a vége, hiszen a bika piac része a ciklusoknak jellemzően két év. Ez így volt 13-ban, 16-ban és 21-ben is. Tehát ugyanúgy, ahogy 20 és 21 jelentette a bika piacot, most is arra számítok, hogy 24 és 25 jelenti a bika piacot. Tehát, hogyha két évben definiáljuk a ciklusnak a felívelő, vagyis a bika piaci részét, akkor ennek még tulajdonképpen csak a 25%-át tettük meg. Persze azt nem tudjuk, hogy 2025-nek a feléig, vagy akár a végéig is kitart-e majd a bika piac, de abban szinte biztosak lehetünk, megint csak a korábbi ciklusok alapján, hogy kettő évről van szó, és ebből eddig még csak 6 hónap telt el. Ráadásul az olyan kulcsindikációk, mint például az MVRV arány, még mindig csak 1,9-nél jár, holott az eszköz készítői szerint 3,7-nél beszélhetünk csak túlfűtöttségről. Tehát jól látszik, hogy bőven van még tér a növekedésre. A PiCycle indikátor nagyon hasonló képet mutat. A 111 napos mozgó átlag és a 350 napos mozgó átlag kétszerese még messze van attól, hogy keresztezzék egymást. Márpedig a PiCycle indikációnak pont az a lényege, hogy a piac akkor van egy lokális csúcsánál, amikor ez a két grafikon találkozik. Ránézve az ábrára, és ezt a nagyon nehéz részletesebben is megbecsülni, de úgy tűnik, hogy még durván 6-8, esetleg 10 hónap távolságra vagyunk attól, hogy a két grafikon találkozhasson. De mielőtt tovább mehetnénk, egy gyors szó mai videónk szponzorától, a PrimeXBT-től. PrimeXBT egy remek kriptotőzsde, ahol több tucat különböző páron kereskedhetsz kriptókkal, kriptós határidős szerződéseket, derivatívákat és nyersanyagokat is találsz. Mindezeket magas tőke áttéttel és egy rendkívül könnyen használható felületen. A depozit lehetőségek között ott van a direkt kriptodepozit, 5 különböző féle kriptopénzt depozitálhatsz, de direkt SEPA utalást is végezhetsz az IBAN bankszámla számukra. Sőt, a tőzsdén is vásárolhatsz kriptót a Visa vagy a Mastercard bankkártyáddal. Kattints a leírásban elhelyezett linkre, nézd meg a PrimeXBT-t mindenképp. A Puel Multiple-t is érdemes megnézni, ez a bányászok oldalát vizsgálja meg, vagyis a bányászoktól a piacra kerülő mennyiséget, ezt osztja ugyanennek a 365 napos mozgó átlagával. Általában, ha 3 fölé jut ez a mutató, akkor vagyunk a túlfűtöttségi szakaszban, és idén márciusban, vagyis az egész 2024-es évben eddig 2,4 volt a csúcsérték. Nem mellesleg áprilisban 1 alá is beestünk, ez a felezésnek volt köszönhető. Tehát a Puel Multiple egy újabb indikáció, ami azt mutatja, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy a túlfűtöttségi, vagyis a csúcsot jelentő szakaszába érkezhessen a piac. És végezetül a hodl hullámokat is érdemes megnézni. Ez az ábra egy picit összetettebb, de kellő bogarászás után azért ezt is könnyű értelmezni. A különböző színek és a különböző színekből kirajzolt hullámok azt mutatják meg, hogy milyen korúak az adott bitcoin készletek. Vannak olyanok, akik csak 24 órája birtokolnak bitcoint, de olyanok is vannak, és ez a skála másik extremitása, akik már 8-10 éve ülnek a készleteiken.
Ezeknek az arányait, pontosabban ezeknek a mennyiségeit rajzolják ki a hullámok, és a hullámok különböző színeivel lehet őket azonosítani. Ebből az látszik, hogy viszonylag kevesen vannak per pillanat azok, akik nagyon fiatal készleteken ülnek. Ennek azért van nagy jelentősége, mert minél újabb egy bitcoin készlet, tehát minél frissebb egy bitcoin tulajdonos, annál inkább hajlamos arra, hogy megremegjen a keze, és hirtelen eladjon. Minél öregebb egy készlet, vagyis minél inkább egy veterán bitcoin hodlerről van szó, annál inkább gyémánból lesz a keze, vagyis annál kevésbé lesz rá jellemző, hogy hirtelen elad. Ha túl sok újonc van a piacon, az nem jó jel. Az a túlfűtöttségre utal, és benne van a levegőbe az ilyen esetek során, hogy hirtelen eladási kaszkád alakulhat ki. Egy szó mint száz, a hodl hullámok pillanatnyi képe is azt mutatja, hogy a piac még messze van a csúcsától. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a különböző indikációk, amik közül most csak néhányat vizsgáltunk meg, kivétel nélkül abba az irányba mutatnak, hogy a bitcoin ciklusának még messze van a vége. A nyár unalmasan, és lehet, hogy további lejtmenetekkel fog eltelni, viszont ősztől jó okkal számíthatunk arra, hogy végre beindulnak a bikák. Ha tetszett ez a videó, mindenképp mondd el egy komment formájában, hogy te mire számítasz az ősszel, illetve nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, váljatok csatornatagga, és tartsatok velünk legközelebb is.